Szeretet, üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok! Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim! Jó estét kívánok! Hol vagytok? Kicsit egyedül érzem magam, elnézést a másfél perces csúszásért. Az igazság az az, hogy most ebben a pillanatban estem haza, vagy estünk haza, a feleségem meg a gyerekkel még csak most jön fel a kocsiból. És hogy is mondjam, volt egy kis riadalom, hogy lehet, hogy nem fogok tudni pont 8 órakor a gép elé kerülni, de hál' Istennek sikerült, a feleségem egy kicsit beletaposott. Jó estét kívánok Csabának, szeretet, üdvözlöm Bélát, és azt a további több mint 20 tanulótársat, például Margitot, akiknek a nevét nem dobja föl a Facebook valamilyen számomra érthetetlen okból. Szeretet, üdvözlök benneteket, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, jó estét kívánok Máriának, szeretet, üdvözlöm Bélát, Pétert, Andrást, Ilonát, jó estét kívánok Angélának, és még annak a további több mint 40 kedves tanulótársunknak, például Erikának, de nagyon sok mindenkinek, akinek elmondtam a nevét, azokta dobta föl, szóval a többieket nem dobta föl, nem értem, hogy miért nem. Jó estét kívánok, Sólyom Zsuzsa. Remélem nem okozok ezzel senkinek semmiféle szívfájdalmat. Jó estét kívánok Andrásnak is. Egy kicsit az átlagosnál egy picit rövidebbre fogom a mait, az éppen az előbb elmondott indokokból most értem haza, kicsit össze kell szedjem magam, úgyhogy a kérdésekre, amit tegnap megígértem, hogy a korábban érkezett kérdésekre ma válaszolok, ezt még, ha nem megengeditek, még halasztanám egy nappal, holnap fogok válaszolni a beérkezett kérdésekre, hogyha ezzel nem bántalak meg benneteket, nem azért, mert nem tartom fontosnak, hanem egészen egyszerűen azért, mert most is kis rohanásban vagyok. Jó estét kívánok Zoltánnak, Évának. Ilyen hónap 8-a van, ugye most már hónapok óta a Lubavitch Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, Hayom Yom című könyvét tanuljuk. A Rebbe minden napra ad egy érdekes, rövid gondolatot. Tényleg az az érdekes ebben a munkában, az az érdekes ebben a gondolatokban, hogy néha nagyon rövid, néha nagyon velős, és hát ugye abban a nehéz helyzetben vagyok, vagy inkább azt mondom, hogy szerencsés helyzetben, hogy sokszor egész koncepciókat kell ismertetnem. Így volt tegnap például, egy kedves barátommal beszéltem a telefonon, és akkor azt mondta, hogy Jonatán, te tegnap levetköztél élőadásban. Hát legalábbis ugye az ingem alatti cicest, alsó trikót, vagy alsó, hogy mondják ezt, talit katant mutogattam, aminek a rojtjai ugye itt lógnak, hát most nem fogok neki vetközni, ezt a műsorszámot tegnap előadtam, úgyhogy akit esetleg érdekel, hogy mit beszéltünk a Talit Katánról és a Talit Gadolról, a nagy imasáról, vagy ima lepelről és a kis imasáról, akkor aznak ajánlom fejelmébe a tegnap esti adást. Oké! Ilyen hónap 8-a van. A Rebbe a következőt mondja a mai tanulásban, és itt is van egy-két olyan koncepció, jó estét kérnek közben Évának, Frandi Enyő barátomnak Miskolcról. Tényleg elnézést kérek attól a legalább 70 kedves tanulótársam, aki nem dobja fel a nevét a Facebook. Azt mondja a Rebbe, azt mondja, ha küldött olyan, mint az, aki küldte. Van egy ilyen, tudjátok, mit először elolvasom az egész szöveget, és aztán pedig elmagyarázom, hogy miről is van szó. Azt mondja a Rebbe, ha küldött olyan, mint az, aki küldte. Ez hasonló ahhoz a koncepcióhoz, hogy az angyalok is Isten küldötteként viselkednek, amikor Isten nevén szólítatnak. Ha ez igaz az angyalokra, akkor különösen igaz a lélekre. Sőt, a lélek egysége Istennek még magasabb rendű, Istennel még magasabb rendű, ahogy ezt már máshol elmagyaráztuk. Most tehát a haszidok, a Rebbe, az Alter Rebbe küldöttei. Ezek szerint, ha egy haszid jól végzi a dolgát, akkor összekapcsolódik a Rebbével, egész valójában úgy jár, úgy eszik és úgy alszik, mint egy haszid. Ez a mai tanulás szövege, és mindjárt elmagyarázom, miről van szó. Van egy olyan halachikus, a zsidó vallásjogban van egy olyan koncepció, amit úgy hívnak, hogy sluchosel adam kemohu. Az ember küldötte az olyan, mint az ember maga. Például én megbízhatok küldöttet, hogy lásson el a nevemben bizonyos feladatokat. Például képzeljétek el, hogy a zsidó vallásuk szerint, ugye például a válás esetén, ha férfi el akar válni a nőtől, akkor kell adnia egy válólevelet. Sőt, ha a nő el akar válni a férfitől, akkor is a férfinak kell adni egy válólevelet. Ezt a válólevelet a férfi egy küldött által is átadhatja a feleségének. Tehát megbízom mondjuk Ruvent, hogy adja oda ezt a válólevelet Sárának,
a feleségemnek, és akkor a sliach, a küldött, az úgy viselkedik, mint maga, aki küldte. Tehát tulajdonképpen a megbízónak a kinyújtott karja. Tulajdonképpen erről van szó. Sluhos el Adam Kamó. Az ember küldöttje az olyan, mint ő maga. Azt mondja, ez hasonló az a koncepcióhoz, mondja Rebbe, miként az angyalok is Isten küldöttei. Kétfajta héber szóval mondjuk azt, hogy küldött. Az egyik szó, ahogy küldött, az sliach, ahogy az előbb említettem, sliach, szó szerint azt jelenti, hogy küldött. Lishloach héberül azt jelenti küldeni. A sliach ez egy küldött. És van egy másik szó héberül, az pedig úgy mondják, hogy malach. Malach az azt is jelenti, hogy angyal. Az angyal szó jelentése héberül, a malach szó jelentése, hogy küldött. Magyarul az angyal Isten küldötte. Márpedig, ha azt mondjuk, hogy a küldött az olyan, mint az, aki küldte, jogilag, azokkal a jogosítványokkal rendelkezik, mint az, aki küldte, akkor azt is mondhatjuk, és ezt honnan tudjuk? Azt mondja, az angyaloktól tudjuk. Az angyalok szólítatnak Isten nevén. Például Mózes első könyvében, amikor arról olvasó, akkor amikor úgy hívja a Tóra az angyalokat, hogy Elohim, Isten, de nyilvánvalóan az angyalok nem Isten, az teljesen különböző, de mégis amiatt, hogy az angyal az Istennek a küldöttje, és a vallásjog miatt a küldött olyan, mint az, aki küldte, ezért jogosan nevezzük az angyalokat Isten nevén. Azt mondja a Rebbe, hogy ha ez igaz az angyalokra, akkor különösen igaz a lélekre, ugyanis a lélek kapcsolata Istennel az sokkal szorosabb, mint egy angyal kapcsolata Istennel. Miért? Azért, mert a lélek, az emberben munkálkodó, az ember lelke, az egy Istennel, az Istennek egy darabkája, egy szikrája. Úgy kell elképzelni, és remélem nem fogjátok félreérteni a hasonlatot, mintha Isten egy gyertya tüze lenne, amiről, hogyha egy gyertyáról meggyújtok egy másik gyertyát, akkor az eredeti gyertyának a tüze nem lesz kevesebb. Mint hogyha Isten egy tűz, és akkor leveszek belőle egy tüzet, azaz a lélek, az ember lélek, az Istennek egy darabja, ugyanaz a tűz ég benne, nem képletesen, nem valójában. Ugyanaz a tűz ég benne, mint Istenben, tehát ugyanazok a lélek az Istennek egy tényleges darabkája. Helek elokámi mámás. Egy ténylegesen egy Isten darabkája. Most, ha az angyalokra azt mondtuk, hogy olyanok, mint Isten, azért, miért? Azért, mert a vallások szerint a küldött az olyan, mint aki küldte. Márpedig az angyal az azt jelenti, hogy küldött. Ezért tehát joggal mondjuk az angyalokra, hogy olyanok, mint Isten. Miért? Azért, mert a küldött az olyan, mint a küldő maga. Akkor ez mennyire igaz, hatványozottan igaz a lélekre, hiszen az angyal az egy Istentől egy külön entitás, a lélek viszont az Istennek egy darabkája. A lélek kapcsolata Istennel sokkal szorosabb, mint az angyal kapcsolata Istennel. Ha úgy tetszik, az angyal Istenen kívül van, a lélek pedig Istenen belül van. Istennek egy darabkája. Még egyszer, a logikai láncolat a következő. A vallásjog szerint a küldött az olyan, mint az, aki küldte. Az ő jogosítványaival rendelkezik, az ő kinyújtott karja, a küldött, a küldővel egyenértékű. Az angyalok, az angyal szó héberül, malach azt jelenti küldött. Tehát az angyal egyenértékű Istennel. Honnan látjuk ezt? Onnan, ne értsetek félre, az angyal nem Isten, csak a jogosítványai hasonlóak, amikor egy feladatot lát el, mert Isten küldte. Honnan látjuk ezt? Mózes első könyvében, ahol úgy hivattatnak az angyalok, hogy Isten. Márpedig, hogyha ez igaz az angyalokra Isten viszonylatában, akkor hatványozottan még annyira igaz a lélekre Isten viszonylatában. Miért? Mert a lélek kapcsolata Istennel szorosabb, mint az angyalok kapcsolata Istennel. Oké. Okay. Ezt mondja Rebbe. Mostán a haszidok, aki a Rebéhez kapcsolódik, az a Rebének a küldöttje. Egyé válik a haszid. Mi egyé válunk a Lubavitch Rebével, a Rebével, egyé válunk azáltal, hogy az ő haszidjai vagyunk, az ő követői vagyunk. Ha egy haszid úgy végzi jól végzi a dolgát, és úgy kapcsolódik össze, összekapcsolódik, akkor ez az élete minden mozanatában meglátszik. Azt mondja, úgy jár, úgy eszik, és úgy alszik, mint egy haszid. Azaz, az élete minden mozanatában
Az élete minden mozzanatában meglátszik az, hogy ő össze van kapcsolódva a Rebivel. Ezt az összekapcsolódást héberül úgy hívják, hogy hitkásrut. Összekapcsolódás. Ki kell, hogyan lehet a Rebivel összekapcsolódni, hogyan lehet kiépíteni egy kapcsolatot. Erre megvannak a technikák, hogy hogyan lehet, ugye én Lubavitch Rebbe 1994-ben halt meg, én éppen az Egyesült Államokban voltam 1994-ben egyébként, 91-től 2000-ig az Egyesült Államokban voltam, de nem találkoztam a Lubavitch Rebbével, akkor még nem voltam a Rebbének a haszídja, még nem voltam a Rebbének a követője. Sokkal később alakítottam ki kapcsolat a Rebbével, mikor már a Rebbe fizikailag nem volt ezen a világon. De ez lehetséges. Ki tudunk alakítani egy kapcsolatot a Rebbével anélkül, hogy fizikailag találkoznánk vele. Miért? Hogyan? A tanításai által. Az, ahogy tanuljuk a munkáit, tanuljuk az ő tóráját, az ő magyarázatait, az ő gondolatait. Amit csinálunk itt esténként. És erre ti, kedves tanulótársaim, vagytok a legjobb bizonyíték, vagy mi ez a tanulókör a legjobb bizonyíték? Sokan közületek, nem biztos, hogy mindenki, de sokan biztosan, soha nem hallottatok a Lubavitch Rebbéről 3 hónappal ezelőttig. És miután 3 hónapja elkezdtük tanulni, és már több mint 3 hónapja a Lubavitch Rebbe tanításait, kiépítettünk egy kapcsolatot a Rebbével. Kiépítettünk egy kapcsolatot a munkája által. Márpedig, ha kiépítettünk egy kapcsolatot a munkája által, akkor minden cselekvésünkben, abban is, hogy hogyan eszünk, abban is, hogy hogyan iszunk, és hogyan alszunk, még a legprofánabb cselekedeteinkben is, a Rebbe szellemisége kell, hogy tükröződjön. Erről beszél a Rebbe, ez a mai tanítás lényege. Hogy minden cselekedetünkben kiérezzék az, hogy mi a Rebbének a küldöttei vagyunk, mi összekapcsolódunk a Rebbével, csak úgy, ahogy a lélek össze van kapcsolódva Istennel, csak úgy, ahogy egy angyal össze van kapcsolódva Istennel. Kérdezhetitek-e, ugye a lélek kapcsolódása Istennel és az angyalok kapcsolódása Istennek milyen gyakorlati relevanciája van? Ráadásul a Chabad filozófia, a Lubavitchi Chabad filozófia szerint minden eszmeiség, minden filozófia akkor ér valamit, hogyha van gyakorlati jelentősége, gyakorlati relevanciája. Kedves barátaim, ez a gyakorlati relevanciája. A gyakorlati relevanciája az, hogy a Rebbének a küldöttei vagyunk, kapcsolódjunk össze a Rebbével a tanításai által, és ez mutatkozzon meg életünk minden mozzanatában, a legprofánabb cselekedeteinkben is, még azokban a cselekedeteinkben is, amelyek az állatokhoz hasonlóak, hiszen eszünk, iszunk és alszunk. Kedves barátaim, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, előre exkuzáltam magam, hogy ez a mai egy picit rövidebb lesz, néhány perc múlva fel fogom tenni természetesen itt a Facebook oldalon a mai tanulás anyagát, ott van egy kis kommentár is hozzá, talán jobban érthető legyen a gondolat. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok ma is. Elnézést, hogy nem tudtam mindenkit név szerint köszönteni. Holnap este meg fogok próbálni most már tényleg válaszolni a kérdésekre, amik beérkeztek, tele van a postaláda kérdésekkel, meg jó kívánságokkal. Megpróbálok holnap erre válaszolni. Elnézést még egyszer, hogy a mai az ilyen rövid lett. Holnap este 8-kor ugyanakkor sok szeretettel és megbecsülő tisztelettel várlak benneteket ismét. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. További szép jó estét kívánok, és jó egészséget, vigyázzatok magatokra.